Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy tag per kihívás videó lesz, amire Szanna hívott ki a Szanna apró könyves polca csatornáról, úgyhogy ide be fogom linkelni Szannának a videóját róla. Egyébként ez egy olyan kihívás, amit én egyszer már megcsináltam, de amikor én azt a kihívást annó megcsináltam, akkor még csak a másik polcon volt, nem ez a nagy, még a másik szobámban voltam, és hát mondjuk úgy, hogy sokkal egyszerűbb dolgom volt, mert mondjuk dupla annyi könyvem van azóta, hanem több, és legutóbb ezt egy polcon kellett játszanom, nem három polcon, amiből most már igazából mind a három majdnem tele van. Szóval ez nem más, mint amennyire ismerem a könyveimet kihívás. És az a lényeg ennek a kihívásnak, hogy vannak kérdések, szempontok, amik alapján, amiket meg kell válaszolni, lehetőleg anélkül, hogy ránéznénk ugye a könyvre, de hogy mármint, hogy így belenéznénk a könyvbe, és ehhez Instagramon kértelek titeket, hogy írjatok nekem számokat, úgyhogy három számot kell írni, mert nem csak egy polcon van, vagy egy három számot kellett írni, ugye egy polcszám, mint polc önálló entitás maga, tehát van egy egyes, egy kettes, meg egy hármas polc, aztán sor, ugye a másik polc, mind a kettőt polcnak hívják, ugye, szóval abból hat darab van polconként, és kellett egy könyvszám, amire 35-öt mondtam, mert nagyjából az olyan átlag, hogy annyi könyv nagyjából van egy darab polcomon. Nyilván nem ezen a középsőn. Ha valahol, valamelyik sorban kicsúszunk, tehát mondjuk nagyobb, vagy több, nagyobb a szám, mint ahogy könyv van, akkor folytatom tovább. És nem így számolok, hanem polconként lefele, és úgy megyek tovább. Ha értitek, tehát, hogy így. Na, igen. Szóval nagyjából ez lesz a módi. Nagyon sok kérdés van, úgyhogy egy-kettőhöz kellett nekem generáltatni számokat, de hogy egyébként a javarésze az olyan, amit írtatok, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok nekem számokat, és meg kell mondanom, hogy a hármas polc az nagyon sokat lesz benne, mert így az volt a legnépszerűbb. Mindenki hármast írt. 3-3-3 ez volt így a mágikus szám ehhez. De csapjunk is bele, mert rohadt hosszú lesz ez a videó. Bekészítettem a kis fellépőmet, amit ti nem láttok a videóból, de hogyha a legfelső polcra kell nyúlnom valamiért, ahhoz kelleni fog. Az első kérdésünk nem más, mint hogy anélkül, hogy ránéznél a fülszövegre, mondd el, miről szól a könyv, és ez a harmadik polc negyedik soráról a 32. könyv. Lázdi, ez pont itt van, és 32. 30-31-32. Ah, hát ez könnyű dolog lesz, ez a Carry On, ezt le se veszem akkor. Vagy de, kivegyem. Szóval, a Carry On arról szól, hogy Simon Snow a főhősünk, és ő ilyen kiválasztott, kvázi a varázsvilágban, nagyon erős mágus, és van ez a humungus, akármicsoda, aminek nem tudom a nevét, de hogy van ez a főgonosz, aki kiszipolyozza a varázslatot, és ez ellen küzd már 7 éve Simon, és közben van ez a szobatársa, Bez, aki a nemezise, vagy nem, ki tudja, és ez az egyik kedvenc könyvem, és rohadt sokat beszélek róla. Szóval igen, és próbálnak megküzdeni ezzel a nem tudom a nevét, mert ilyen nagyon hülye neve van ennek a izének, a főgonosznak benne, és a fordított nevét meg végképp nem tudom. De a lényeg, hogy Bezzel végül is muszáj lesz csapatot alkotnia, hogyha le akarják győzni ezt a veszélyforrást. Ami egy nagyon izgalmas veszélyforrás, teszem hozzá. Mármint olyan értelemben, hogy mi derül ki róla, hogy mi is okozta azt az egészet. Közben pedig van benne varázslóiskola, meg minden ilyen jóság, jó kis fanfiction szerű kötet. Na, második, erősen kezdek. Anélkül, hogy rákeresnél, mi a könyv műfaja, ez pedig a harmadik polc, negyedik sor, és a 22-es, az szerintem valahol itt lesz. 20-21, 22, ah, nagyon. Ez a Fangirl regénynek a mangásított verziója, ennek a műfaja igazából kortárs, romantikus, de ez ugye képregény per manga.
felnövés történet. Melyiket szeretnétek még, hogy elmondjam? Ez gyakorlatilag erről szól. Nagyon vicces, mert hogy ebbe van először szó a Simon Snowról. Hogy ez ilyen jól összejött. Oké. Anélkül, hogy ránéznél a könyvre, mondd el, mi van a borítón. Ez az első polc 4, ami pont a Percy Jackson polc, és a 10. Na kérlek szépen, ez a Neptunus fia, és nem húzom ki, mert akkor látom a borítót, de hogy ezen a borítón azt lehet látni, hogy Percy éppen kijön a jeges vízből egy ilyen római jogarral, amin egy sas van. Őszintén ezt kicsit csalásnak érzem, tehát hogy a Percy könyveket bármikor álmomban is el tudom mondani, hogy az eredeti borítókon mi van. Anélkül, hogy megnéznéd, mi a főszereplő neve? Második polc, első 5. Na ez már izgi, mert ez ott van fönt. Második polc, 1. Oké. Okay. Az 5. könyv azon a polcon az a fudorás, jólesikes könyv, úgyhogy egyel tovább lépek. Az meg egy novellás kötet. A Marsbéli krónikák. Abban nem tudok főszereplő nevet mondani, mert nem olvastam. Jó, akkor ha még egyet tovább lépek, az pedig az emberek legtitkosabb emlékezete, és őszintén nem emlékszem a főszereplő nevére belőle. Szóval akkor az ez, és... miért nem lehetett volna? Mondjuk azra sem tudom megmondani. Ennek nem emlékeztem, ezt tavaly olvastam könyvkempingre. A főszereplőnk neve Diegane Latir Faye. És lehet, hogy nem így kell kimondani a nevét. Erre nem emlékeztem volna. Szóval vagy ez eddig egyet nem tudtam akkor. Anélkül, hogy megnéznéd, nevezd meg egy mellékszereplőt. Ez a harmadik polc, harmadik sor és harmadik könyv, ami a Fekete Szépség. Ez azért könnyű, mert a Fekete Szépséggel ilyen obszeszd voltam, és ha nem is a könyv miatt, de nagyon sokféle Fekete Szépség adaptációt láttam, és Gyömbért fogom mondani, mert az traumatizált gyerekként, amikor a Fekete Szépség filmben Gyömbér meghalt. Spoiler, de traumatizált. Nem szeretem. Bármilyen filmet nézek, ha lóhal meg, az nekem a legtraumatikusabb pont a filmben, tehát, hogy ha emberek, de ha ló, a végtelen történetet egyszer anyáméknak végére kellett vissza kellett tekerni és megmutatni, hogy a ló nem halt meg benne, mert ott van a végén, ugyanúgy fut, és én nem hittem nekik, mert mondom, láttam, hogy meghalt, szóval traumák, de ilyen Gyömbér. Találd ki, hogy hány oldalas a könyv, 25 oldalt tévedhetsz. Második polc 4, nagyon jó, Percy Jacksonok, vagy hát Rick Riordanok, és 6. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na most, ez a Throne of Fire nem fogom kivenni, bocs, mert ez boxban van, és tovább tart kivenni, mint ameddig megtippelnem. Na most azt fogom mondani, hogy szerintem ez volt a legvékonyabb kötet. Az első nagyon hosszú volt, az valami 500. Én 300 oldalra akarom tippelni ezt a könyvet. Mindjárt megnézem molyon. Jó, amúgy, oké, igen, rájöttem. Lehetne 300 oldal, de viszont ez a kiadás ilyen nagyon vékony papírból van, úgyhogy... És még tudtam is, hogy az első az ilyen... Hát ez olyan 450 oldal, szóval... Messze voltam a 300-ammal. Mert például ez is 300 oldal, és ugyanolyan vastagok. Hogy ilyen 280, de hogy ez a nagyon-nagyon vékony, lapos, papírkötéses könyv, úgyhogy igen, ebbe belefér a 400 oldal, hogy ilyen pici legyen. Elment a streakem, amiben jó voltam. Na nézzük tovább. Anélkül, hogy rákeresnél, hány csillagra értékelted ezt a könyvet? Harmadik polc. Bocsánat, kamera. Harmadik polc 6, az itt van lent, azt pont a tetejét látjátok, és 35. Ezen csak 29 van. Szóval 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ez a Nora kilép a forgatókönyvből, ha így számolom tovább. Azt semmire nem értékeltem, mert még nem olvastam. Ha tovább akarunk menni, hogy olyan könyve legyen, amit olvastam, az a három dolgot mondj, azt én 4 csillagra emlékszem.
4 vagy 4,5, attól függ, ha Goodreads, akkor tuti 4. De én ebben majdnem biztos vagyok, hogy az 4 csillag, úgyhogy ez jó. De igen, amúgy meg nem olvastam azt a könyvet, ami kijött volna. Anélkül, hogy megnéznéd, hol játszódik ez a könyv? 3, 5, 30. 5, 30. Szerintem ezen nincs 30 könyv, mert ezek itt tagik, úgyhogy azok elfoglalják. 23, 24, 25 lélekrablók. Mennyire mondjam meg specifikusan? Magyarországon játszódik ez a könyv, ennyit meg tudok nektek mondani. Részben biztos játszódik Budapesten, erre majdnem megesküszök, de Pécs. Hát Magyarország, több helyszínen játszódik amúgy a könyv, szóval. Erre egy fél pontot kapok? Anélkül, hogy megnéznéd, hogy hívják a szülőket ebben a könyvben, ez iszki lesz. Első polc, második és a harmadik. Ú, basszus. Ezt bebukom. Az a helyzet, hogy ez az Obsidian, hogy mi az anyja neve? Mert az apja az a szem nincs képben ebben a könyvben. Legjobb egyébként, hogy az E/1-ben íródott, szóval anyunak van benne. Anyu! A szülők neve anyu. Egyébként, ha ezzel befűröttem egyszer Oviba, megkérdezték, hogy mi anyukád meg apukád neve, és mondtam, hogy anya meg apa. És utána nem ül... Ez ilyen traumatikus élmény volt ez is, de hogy addig... Nem tudom, volt valami ilyen, hogy csak akkor ülhettél le, hogyha megmondtad a szüleid teljes nevét, én meg így ültem, hogy de nincs oda, hát anya meg apa, és nem ülhettem le. Gyerekkori traumák. Szóval nem tudom, fogalmam nincs mi benne az anyukának a neve amúgy. Ezt ha valaki tudja, megmondhatja, mert én nem emlékszem ilyenekre. Na jó, hát most már valamit el fogok találni, mert kezd rossz lenni a dolog. Anélkül, hogy megnéznéd, milyen színű a kemény kötés és könyv a védőborító alatt, na most ez azért lesz vicces, mert addig kell számolnom, amíg nincsen olyan könyv, ami kemény kötéses és védőborítós. És a második, ez a nem biztos, hogy lesz harmadik, és a hetedik. Hát az a helyzet, hogy itt, ami a hetedik, az a suttogó. A suttogó kemény kötéses. Kemény kötéses, viszont nincs védőborítója. És a legközelebbi könyv, aminek van, az viszont ez itt, és ennek sárga a védőborító alatt. Bizonyítom. Ja, ez vicces, mert hogy azon a polcon van egy rakat kemény kötéses, de egyik se védőborítós. De ezt eltaláltam, ezért jár a pont. Következő. Anélkül, hogy megnéznéd, van valami a kemény kötéses fedélen, például valamilyen lenyomat vagy kép 3330. Na hát ez meg ráadásul egy elmagazin. Oké, a John Green a legközelebbi, ami védőborítós, szóval ezt tudom ide mondani. A John Greeneknek, mivel ezek olyan fajták, hogy a védőborító alatt pontosan ugyanaz van, mint a védőborítón. Tehát ugyanez a cover rajta van alatta. Szóval ez egy ilyen szempontból egy könnyű volt. De ha nehezebbet akarunk, akkor itt van ez. Ennek a védőborítója alatt, ez fehér alapon, kék szöveggel ez a felirat van. Szóval ezt is tudom. Anélkül, hogy megnéznéd, milyen színű a cím vagy felirat a keménykötéses könyvben, a védőborító alatt 2626. Hát az biztos túl kell számolni, mert ide lent nincs 26 könyv, 1-2-6. Hát az nem kemény fedeles, az ott végig puha, hát az megint akkor a John Green. Szóval ezt nem mondom újra. A Simont az előbb elmondtam, akkor legyen az, hogy fehér alapon kék szöveg van. A Wayward Sunon nincsen szöveg, azon csak azt hiszem egy szín... A Wayward Sunon ilyen kék felhőcskék vannak. Igen. Anélkül, hogy megnézned, a fejezetek címmel vagy számmal vannak jelölve. 3-3-33. 32-33 cserkeszterek. A fejezetek ebben őszintén szólva izével vannak jelölve. Cserkész badge-ekkel. Címmel vagy számmal? Hát, számmal. The badge-el. Azt mondja, hogy ötödik fejezet? Ja persze, mert ez sorba megy. Címmel vagy hát számmal? Igen. Számmal vannak, bocsánat. Ez is fél pont, mert meg belenéztem. Így. De hogy igazából badge-ekkel van jelölve. Mindegyik fejezetnek más badge-e van.
De amúgy így technikailag címmel is, meg számmal is van jelölve, mert ezek a cserkész jelvények kapcsolódnak az adott fejezethez. Szóval mindkettő érvényes ide. Anélkül, hogy ránéznél a borítóra, vagy rajta bármi, vagy van rajta bármilyen díj megjelölve. Tehát, hogy van a díj rajta. 2-4-7, 2-4. Az ilyen New York Times bestseller az nem számít, ugye? Mert szerintem akkor ezen nincsen. Így explicite ebben a kiadásban. Igen. Az a matrica az az, hogy van benne exkluzív content, szóval az nem az. A New York Times bestseller az nem számít szerintem díjnak, az csak ilyen státusz. Anélkül, hogy ránéznél a borítóra, van rajta más szerzőtől ajánlás. 1, 5, 17? 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Ez az ellopottról. Ez egy magyar könyv. Szerintem ezen nincs. Borítón. Igen, ezen nincs a borítón. Anélkül, hogy megnéznéd, van főszöveg a könyv hátulján, 3-4-20. Na ez már, ott van a 20. Ennek van a hátulján. Aha, ott van. Anélkül, hogy megnéznéd, van a szerzőről fotó a könyvben, 2-5-27, tehát ezt megint túl kell számolnom. Ezek Tolkien könyvek itt, 1-2-3-4-5-6. 7 darab van egy ilyen, úgyhogy még 20-at rá kell számolnom. 27, hát az a kilégzés. Sose olvastam, mert még nem olvastam. Hát ezt meg kell nézni. Várj, először is leszedem. Oké, van-e, hogy volt? A fotó a szerzőről. Hát ez nagy tipp lesz, mert ezt még nem olvastam. Pagabe. Szokott-e? Szerintem nincs. És nincs. Nincs benne sehol fotó. Anélkül, hogy rákeresnél, álnevet használ ennek a könyvnek a szerzője, 1-5-20. Hát ez Carlos Csernovtól a végtelen vetítés. Szerintem nem használ álnevet, szerintem ez az igazi neve. Szerintem ez az igazi neve. Aztán nem tudom. Ha nem az, akkor valaki kijavíthat. Anélkül, hogy megnéznéd, milyen szemszögből íródott ez a történet, E/1 vagy E/3, 1-4-27, ez Percy Jackson könyv lesz, de melyik? 1-2-3-4 és 27. 23! Ez csak 23! Oké, 24-25-26-27. Ez a nem semmi lány, ez E/3. Most elbizonytalanodtam, de szerintem az E/3. E/1! Basszus! De amúgy ez azért fura, mert hogyha E/3, akkor szerintem akkor sokkal jobban szoktam emlékezni a főszereplő nevekre, és ebben tökre megvan, hogy Jenny a főszereplő neve, de E/1. Basszus! Pedig ezt tudnom kellett volna, hogy E/1. Anélkül, hogy megnéznéd, vannak illusztrációk vagy képek ebben a könyvben, 3-2 és 11. Na ez az ezüst kéz. Kleinhans Csilletől ebbe fixen van illusztráció, úgy mondom, hogy nem is olvastam még. Bár ugye az Ólomerdőt olvastam, úgyhogy itt a fejezet illusztrációk. Na, nem akarod alapozni. Azaz. Majd ezt is utána visszarakom. Anélkül, hogy megnéznéd, van benne epilógus? 3-4-30. 30. Catherine a köböm. Szerintem ebben van epilógus. Ott van! Pedig ezt a könyvet már vagy 5-6 éve olvastam. Még középiskolában, úgyhogy... Sőt, akkor több volt. Van az már 7 is. Anélkül, hogy megnéznéd, van benne prológus, ez pedig 1-4-21, és itt ugye csak 20 volt. 21? Oké. Prológus. Nem, ebben nincs prológus. Nincs benne prológus. Mert ugye egyből belecsapunk a fejezet, címes fejezetekbe. Következő. Anélkül, hogy megnéznéd, dedikált-e ez a könyved? 1-3. Most mondom, hogy ott semmi nem dedikált, 24. Hát ez
ez a könyvecske, az Így neveld a vikingedet, sajnos semmilyen Cressida Kálvál könyvem nincs dedikáltatva. Ha egyszer csak egyet tudnék dedikáltatni, az nagyon szuper lenne, mert az azt jelenteni, hogy találkoztam Cressida Kálvállal. Oké, következő. Anélkül, hogy megnéznéd, van-e bármilyen dizájnja az oldalszámoknak? 2, 3 és 5. Szóval ez csúnya lenne, nem tudnám, ugyanis ez a saját könyvem, a Tűz és Sötétség, ami a Futó Tűz sorozatom, vagy a Csikó, aki tűzben született sorozatomnak az utolsó része. Kérlek szépen, ennek az oldalszámjai bizony dizájnoltak, ugyanis kis tüzecskében vannak. Ötten van. Kis cuki. Anélkül, hogy megnéznéd, van-e bármilyen dizájnja a fejezeteknek, ez pedig a 3-2-2, ami a Mester Alvók viadala. Tekintve, hogy milyen fancy ennek a borítója, az a baj, hogy már nem emlékszem, de szerintem a fejezeteknek van dizájnja. Nincsen. Pedig megesküdtem volna, hogy van, de ezek szerint csak a borító van így megdizájnolva. Anélkül, hogy megnézed, a köszönetnyilvánítás a könyv elején vagy végén van, ez pedig az 1-1-33. 24, akkor lejjebb menjünk. Ez a To Kill a Kingdom. Szerintem a végén van. Az a legstandardabb, hogy a köszönetnyilvánítás a végén van, igen. Na, végén van. Nagyon kevés olyan könyv van szerintem, aminek az elején van a köszönetnyilvánítás. Valahogy, nem tudom, a köszönetnyilvánítás nekem mindig is a végén tűnik logikusnak. Hú, oké. Már csak 2 maradt. Bear with me. Anélkül, hogy megnéznéd, melyik évben jelent meg ez a könyv? Húha! Eredeti vagy a kiadás. Hm? Jó kérdés. 1-6. Na innen még nem is néztünk. 27. 25-26-27. Ú, ez jó, ezt mondjuk, ez könnyű. Ez Viola Szandrától a Világfa 9 ága, és ezt azért fogom tudni, mert hogy ezt recibe kaptam tavaly megjelenés után, szóval 2023-as. Ugye? 24 van. Oké. És az utolsó szempont per kérdés, anélkül, hogy rákeresnél, melyik évben olvastad ezt a könyvet, ez pedig a 3-3-8. Na hát egy nehéz a végére, ugyanis ez a The Call of the Wild Jack Londontól. Hú, várjunk, ezt most számolnom kell. Mert a Matildát egy pont, azt hiszem 2016 karácsonyára kaptam, utána kezdtem el ezeket gyűjteni. A Puffin klasszikokat. Na most, a csatornát 2018-ban indítottam, és most az a kérdés, hogy 2017-ben vagy 2018-ban olvastam, mert mintha csináltam volna róla, vagy mintha beszéltem volna róla videóban, összegzős videóban. Nekem nagyon rémlik, mert tudom, hogy csináltam külön videót a puffinosokról, de ez szerintem volt egy külön-külön videóban, ami remélem, hogy nem a könyvek versus filmek volt. Bár nem, mert nem láttam az adaptációját. Nem láttam az adaptációját. 2018-ra fogok most voksolni, és kiderül. 2017. Akkor valami másért volt benne videóban. Igen, mert ez az elsők között volt, amiket vettem, és így nem voltam benne biztos. Valamilyen nagyon rém lett, hogy nagyon mutogattam egyszer egy videóba, de akkor ez már így is 7 évvel ezelőtt volt, szóval emlékeim megkopnak már így. Hát azért szerintem egész jól teljesítettem, most nem számoltam össze, hogy mennyi lett jó, mennyi nem, majd megpróbálom a videóban valahogy kiírni, hogy hány per mennyi lett a vége a dolognak. De ez lett volna, amennyire ismerem a könyveimet, kihívás. Én úgy érzem, amúgy egész sokat eltaláltam, úgyhogy jó volt, egész jól ismerem a könyveimet. Na mindegy, azért voltak bénázásaim is. És nem estem le a fellépőről, pedig volt pár close call, szóval tök jó, túléltem. No.
Szannának még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy kihívott, és mint mondtam, megtaláljátok a videóját belinkelve, úgyhogy menjetek és nézzétek meg az övét is. És köszönöm, hogy megnéztétek az videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!